Tésztagyúrás diópirítása a drávafoki iskolások csapatánál. Ők is bekerültek az idesüs szakmaismereti verseny pécsi döntőjébe, amit a Pécs Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara szervezésében rendeztek meg. Pondur Noel Ákos vagyok, a Pécsi Református Kollégium Csíkás Sándor Általános Iskolájából jöttem drávafokról. Igazából tavaly is részt vettem ezen a versenyen, és hát idén van utolsó esélyünk ezen a versenyen részt venni, ugye a 7. osztályosok vagyunk, úgyhogy igazából ezért jöttünk el. Tészta étel lesz a főfogása a csapatoknak, árulta el Noel. Raviolit csinálunk, hozzá padlizsános, cukkinis mártással, és hát igazából répával fogjuk díszíteni, reszelt répával. A verseny ötlete a helyi iparkamara égisze alatt működő baranyai gasztronómiai klasztertől ered. Próbáljuk előzetni a magot, és számunkra az nagyon nagy öröm, hogy ennyien jelentkeznek mindig, és ez az egyik legsikeresebb verseny gasztronómiai, és bízunk benne, hogy itt ezekből az emberekből a későbbiekben tudjuk csábítani, hogy válasszák a vendéglátás szakmáját. Ugyanis nekünk az egyik nagy célunk, hogy minőségű munkaerőt próbáljunk meg termelni, és hogy ennek a szakmának az igazi egzisztenciáját visszanyerni. Harmadik alkalommal írták ki az idesüs versenyt. Én idén ugye a fenntarthatóság egyében zajlik a verseny, azaz vegetáriánus ételeket kell készíteni, és így próbáltuk meg össze válogatni az alapanyagokat, és hogy teljesen szabad kreativitást adtunk egy pár alapinstrukciót, hogy az előétel milyen legyen, hogy tésztát kell készíteni a főételnek, és hogy ez alapján próbálják meg összerakni az ő általuk megálmodott kétfogásos menüsort, és akkor ezt fogjuk pontozni. Persze folyamatosan fogunk menni közöttük, és amilyen tudunk, segítünk tanácsol a praktikákkal. Ez a megmérettetés háromfordulós, ahogy a más szakmaterületeken rendezett pályaválasztási vetélkedőik is, mondja az iparkamara munkatársa. Az első körben még nem a tényleges konyhai főzésé volt a főszerep. Az első forduló még a télen zajlott, online térben, különböző gasztronómiával, vendéglátással, zöldségekkel, gyümölcsökkel kapcsolatos kérdéseket tettünk föl az online térben, és akik tovább jutottak a második fordulóban, otthon, iskolai körülmények között egy menüt kellett összeállítaniuk. Viszont a menünél megkötésünk volt, hogy Baranya megyei jellegzetességeket tegyenek bele a menükbe. Nagyon izgalmas, nagyon értékes menüsorokat kaptunk, és a 10 legügyesebb, legfantáziadúsabb menü került ide bele a döntőbe, vagy a csapat a döntőbe, ahol élőben kell főzni. A három tagú csapatok közül 10 kerültek a döntőbe. Ők azok közül a baranyai 6.-7. osztályos gyerekek közül kerültek ki, akiknek hamarosan dönteniük kell arról, hogy milyen irányban tanulnak tovább. Ehhez nyújt olyan élményeket és tapasztalatokat az idesüs versenysorozata, ami majd megkönnyítheti a fiatalok szakmaválasztását, ezt remélik a szervezők.